Kedvenc olvasmányom volt Hankis Elemérnek a Hiányzó hős csapdája, már csak azért is, mert szüleimmel arra szóltunk a Balatonra, és emlékszem azokra a pillanatokra, amikor a Skodákra, Zsigulikra és egyéb csodálatos autókra felpakolt tárgyak lecsúsztak. És valóban egy életszerű helyzet volt, hogy ott valakinek arrébb kellett volna tenni azt a kredencet, vagy kempingágyat, vagy mosogatót, vagy bármi mást. Én történészként arról beszéltem volna, hogy hát vannak nekünk hőseink. Ott van például a Hősök tere, ami ugye a szimbolikus magyar politizálásnak egy centrális helye, és elég, hogyha Ferenc József sorsára gondolunk ezen a téren. Azt a mozzanatot emelném ki, hogy 19-ben indul a császár király az Öntöde felé, amikor Gábriel Ankarnya helyett egy 7 méter magas Marx szobor jelenik meg a posztamens tetején, és a 20-as években visszafelé indul a császár, amikor 26-ban, imárom nem katonakamádban, hanem koronázási palástban, de korona nélkül állott, és utána állott még majd 20 évig, és hogy mit is kezdhet a magyar történész ezzel az identitás problémával. Na, erről beszéltem volna, erről most nem fogok. Viszont Söpte Imre, amikor eltávozott, azt mondta nekem, hogy Móni, ez annyira jó, mert pont olyan szárazon mondtad el ezt a dolgot, hogy én mondtam volna, és hogy a Ferinek igaza volt, így hiányoznak a pletykák, úgyhogy itt ebéd előtt egy pletykát még megosztanék önökkel. Azt, illetve kettőt osztanék meg, a Csernel 14-nek a pletykáit, nevezetesen azt a pletykát, hogy vagy azt a sztorit, ugye a sétáló téli kabát gondolatról, hogy hát kik is voltak abban az épületben, három embert idéznék be, most egyben most a három lett, az egyik a Sigraiak, az egyik utolsó nemesi tulajdonos, ugye tudjuk, hogy szomorúan végezte, a vérmezőn elvesztette a fejét, hihetetlen gonoszságokat írtak róla a kortársai, különösen Kazinci, és elhatároztuk itt néhányan, hogy utána fogunk menni, különösen Bokányi Péterre, hogy ezekből a gonoszságokból mit kell komolyan venni, és mit nem. Azt mondták róla, hogy olyan jelentéktelen volt, hogy tulajdonképpen kár volt őt belekeverni ebbe az egész sztoriba. A másik érdekes figurája ennek a palotának, érdekes alakja, az Tatai Sándor volt, aki grafológus műhelyet működtetett ebben az épületben. Ugye ez egy nemesi palota, a 18. században alakult ki a homlokzata, sose gondoltuk volna, hogy Tatai egy ponton erre keveredett, és úgy bukkantunk rá erre az adatra, hogy a Kőszegés vidékében a Kőszegnek a heti lapja volt, évtizedeken át, és most újra működik már. Egy hirdetés jelent meg, ahol ő magát hirdette, mint olyan személy, aki hát felajánlja a szolgálatait. És hát annyira népszerű volt, és olyan sikeres volt ez a Tatai, mint aki egyébként ifjúsági szerző, bizonyára többen olvasták Kinizsi Pált például, és egyéb remek Puskák és kalambok, és egyéb remek műveit. Szóval, hogy olyan sikeres volt, mert kitalált egy jó trükköt, stratéga volt ez a Tatai, kitalálta, hogy kifaggatja a cselédlányokat, és utána fogadja a hölgyeket és az urakat, és utána már mindent megtudott a szolgálóktól, hát ezek után hihetetlen pontosan rekonstruálta a családi viszonyokat, és jó tanácsokat adott arra vonatkozólag, hogy hogyan is kéne itt tovább élni. Szóval nagyon sikeres volt, alig tudott megszabadulni, szerelmi viszonyok szövődtek itt a házban, alig tudott megszabadulni Kőszegről. És hát a harmadik történet pedig egy kémnő, aki szintén a házhoz kötődik, noha nem ő volt a tulajdonosa, hanem a férje. Isztambuli konzulként szembesült azzal a helyzettel a két háború között, 42-43-ban, hogy a felesége, akit már jó előre tudtak, hogy meg fog érkezni Magyarországra, Churchillnek a tulajdonképpen hát megbízásából Szakacsisnak kézbesített egy levelet, a levelet sikerült kézbesíteni, de rögtön utána kiderült, hogy ő tulajdonképpen milyen küldetésben van, és hát bebörtönözték, és utána még a gulágon is eltöltött néhány évet. Szóval ezeket a történeteket csak azért mondtam el, hogy ezek a házak, én nem csak beharangoztam, hogy nagyon érdekes történeteket hordoznak, hanem itt valóban vannak, lehet őket pletykáknak is nevezni, de én inkább azt mondanám, hogy nagyon erőteljesen közép-európai sorsok, amelyekkel érdemes lesz megismerkednünk. Köszönöm szépen!